Mécsesek és koszorúk sorakoztak az aradi vértanúk úti kopjafánál. November 4-én ugyanis a mecseki láthatatlanokra emlékeztek a pécsiek. Az 1956-os forradalom leverésének 61. évfordulóján versekkel és énekekkel is lerótták tiszteletüket az emlékműsor résztvevői. Köszöntő beszédében Páva Zsolt emlékeztetett, fiatalok, idősek, férfiak és nők sokasága gondolta úgy, nem adják fel a küzdelmet a szabadságuk érdekében. Több héten keresztül tartott a küzdelem, egészen addig, amíg tényleg be nem látták, hogy nincs értelme az óriási túlerővel szemben küzdeni, és akkor fegyelmezetten a maradék körülbelül 50-60 főnyire tehető csoport éjszakai menetelésekkel 10 napon keresztül vonult délnyugat irányban, átkeltek a Dráván, és a jugoszláv hadseregre ütötték le a fegyvert. Tehát elmondhatjuk azt, hogy itt Baranyában, Pécsett volt legtovább fegyver a kézben a szabadságharc alatt. Így a nemzeti gyásznap egyben a büszkeség napja is, tette hozzá Páva Zsolt. A polgármester szerint fontos, hogy ezért az önfeláldozó tettért minden évben köszönetet mondjunk a még élő és a szabadságért meghalt láthatatlanoknak.